Jó reggelt kívánok 2021. július 12-én hétfőn. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy egy újabb hét kezdődhet el a te kegyelmedből. A te irgalmad, a te jóságod napjainkhoz napokat told, melyeket bizonyos részekre oszt a nap és a hold, és olyan jó tudni, hogy mindennek rendelt ideje van. Köszönjük, Urunk, hogy rendelt ideje van egy betegség kezdetének és végének. Rendelt ideje van a mi életünknek is. Rendelt ideje van mindennek a nap alatt. Kérünk, hogy te ad, hogy ezt az időt jól tudjuk használni. Hogy ne lázadjunk ellened, hanem tudjunk engedelmesek lenni. Így adj nekünk halló szívet, és a te akaratod megcselekvésére kész kezeket, lábakat. Áld meg, kérünk, ezt a mai napot is. Add, hogy megérthessük a te igédet. Szentlélek Isten, légy közöttünk, kérünk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, a Márk írása szerint való evangélium első részéből, a 29., 30. és 31. verseket a következőképpen. És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt, Simon és András házába, tudniillik Jézusék. Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította úgy, hogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek! Nem állom meg, hogy el ne mondjam azt, ami ide kapcsolódó vicc. Amikor rossz a viszony az anyós és a vő között, akkor szokták elmondani azt a viccet, hogy miért tagadta meg Péter Jézust, és a válasz rá az, hogy hát azért, mert meggyógyította az anyósát. Olyan jó, amikor nem kell haragudni a vőnek az anyósra, és az anyósnak a vőre. Amikor rendezett kapcsolat lehet, és tud úgy tekinteni egy vő a feleségének az édesanyjára, hogy hálás azért, hogy felnevelte azt a leányt, aki később az ő asszonyává lett. Én is köszönöm az anyósomnak, hogy ezt megtette. Ebben a történetben Péter anyósa beteg. A tanítványok elmennek hozzájuk, és ez azért fontos, mert azok után, hogy Jézus elhívja az első tanítványait, nem kell azt gondolnunk, hogy ők akkor otthagyták teljesen a családjukat, és innentől kezdve már pusztán csak és kizárólag Jézusnak éltek, és hálót hátrahagyva, munkahelyet otthagyva, családot otthagyva mennek Jézus után. Nem, nem így van. A megtért hívő ember a családjában marad. Az is igaz ugyanakkor, hogy Péter nem kezd el prédikálni, nem kezdi az anyósának a bűneit a fejére olvasni, hogy mama bizonyára azért beteg, mert, hanem szólnak Jézusnak. Te mit teszel, ha baj van, ha valaki beteg? Szólsz-e Jézusnak? Tudsz-e imádkozni a betegért? Amikor odaérkezik Jézus, akkor feltűnhet nekünk ebben az ige szakaszban, hogy kétszer is előfordul ez a szó, hogy azonnal. Ez, hogy azonnal a Márk evangéliumára jellemző szó, nagyon sokszor előfordul benne. Azt fejezi ki, hogy késlekedés nélkül azonnal cselekszik valaki valamit. Olyan kész vagyok-e arra, hogy késlekedés nélkül cselekedjek? Olyan jó lenne megtanulni, késlekedve beszélni, és azonnal cselekedni a jót. Péter szól Jézusnak, ő pedig odalépve megfogja a kezét annak az asszonynak, talpra állítja. A láz elhagyja az asszonyt, és szolgál nekik. Akinek Jézus megfogja a kezét, azt ő talpra állítja. Engeded-e, hogy megfogja a kezedet? Engeded-e, hogy megfogja a szeretteidnek a kezét? Hogy talpra állítsa? Nem szabad azt hinnünk, hogy az Úr Jézus mindenkit automatikusan meggyógyít. Sokszor azért csalódnak az emberek Istenben, mert azt gondolják,
hogy Istennek kötelessége meggyógyítani a minden beteget. De ez nem így van. Azt gyógyítja meg, akit ő akar, ehhez pedig az kell, hogy oda hívjuk a beteghez az Úr Jézust. És még akkor sem biztos, hogy ő meg fogja gyógyítani. Mármint testileg. Mert hogy a gyógyulás elsődlegesen mindig lelki. Először a lelket kell meggyógyítani. Amikor rájövök arra, hogy el kellene vesznem a bűneim miatt, de Jézus Krisztusban kegyelmet kapok és örök életet, akkor már meggyógyult a lelkem. Akkor már tudom, hogy az a betegség, amiben vagyok, nem halálos lelki értelemben. Lehet, hogy testileg a földi pályafutásomat befejezem, akkor, amikor az Úr úgy gondolja, hogy visszaszólít. De lelkileg, ha már meggyógyultam, örök életem van. Innentől kezdődhet a testi gyógyítás, ha azt jónak látja Isten. És nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy nem véletlenül adta az orvostudományt. Nem azért adta, hogy kikacagjuk, vagy ne éljünk vele, vagy éppen visszautasítsuk, mondván, hogy engem az én Istenem úgyis meg fog gyógyítani. Azért adta az orvosokat, a tudósokat, azért adta a különböző gyógyszereket, vagy védőoltást, hogy éljünk vele, és használjuk mindazt, amit ő a gyógyításunkra rendelt. Olyan jó tudni, hogy Jézus ma is megszabadít a láztól. Akár testileg is. A láz alapvetően a testnek az a válasza, amikor valamilyen betegség megpróbálja megtámadni, és ezt igyekszik kivédekezni a testünk. Eredetileg valószínűleg a lázadás szóból származik. Lázad a test az ellen, ami nem akarja, hogy belekerüljön, vagy aminek a hatalmába kerüljön. Tudok-e még lázadni a bűn ellen? Lázadás. Olyan sokszor nem merik megfogalmazni, hogy amit teszek, az valójában lázadás az Isten ellen. Inkább próbáljak a másik irányból megközelíteni. Azért teszem, hogy nekem jó legyen, azért teszem, hogy... És olyan sokféle láz elborít bennünket. Nem csak a testi láz, az aranyláz, a vásárlási láz, a lázas munka, a lámpaláz, sok mindent fel lehetne sorolni. Az Úr Jézus ezekből is meg tud szabadítani, ha nem lázadok többé ellene, hanem elfogadom azt, amit ő akar tenni velem. Így aztán lehet az aggódás helyett hálaadás, a betegség helyett gyógyulás, és a halál helyett élet. Miben szoktál lázadni Isten ellen? Miben nyilvánul ez meg? Mit szeretnél ebből ma elhagyni? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan sokszor lázadunk ellened, méghozzá úgy, hogy még csak be sem valljuk őszintén. Csinálunk dolgokat, azt gondolva, hogy talán még azt tetszik is neked, de valójában tudjuk, hogy lázadunk. Bocsáss meg, amikor ebbe a lázas állapotba kerülünk. Te gyógyíts meg belőle. Te állíts helyre. Te add, hogy minél többen legyenek, akik elsőrenden lelkileg meggyógyulnak az örök életre, hogy aztán, ha kedves te előtted, meggyógyuljanak testileg is. Így imádkozunk azokért, Urunk, akik lázban vannak, valamilyen lázban égnek. Akár testileg betegség miatt, akár a pénz sóvárság miatt, akár a munka az, amely elvonja a figyelmet rólad, és ki tudja még mi minden. Add, Urunk, hogy tudjunk jobban rád figyelni. Kérünk, hogy gyógyíts meg minket, állíts talpra, hogy tudjunk szolgálni neked ott, ahová te akarsz állítani. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot, áldott hetet mindenkinek.